Színházi élet 1924. augusztusi száma. Barátaink, írt a lengyel Mennyhírt. Dürfenstein, a híres amerikai színész Bécsben, a Grand Hotel halljában áll, s ha amerikai érkezik a szállodába, azt mondja neki, ki se pakoljon, ha valami szépet akar látni, menjen Budapestre. A világ legszebb városát ismeri meg, a legjobb színházakat, a legtehetségesebb és legkedvesebb embereket. És az amerikai jön Pestre. Gilbert Miller, a legelőkelőbb amerikai színházigazgató, meggyőződéses rajongóra Budapestnek és Budapest színházi kultúrájának. Mikor New Yorkba kiszáll és megrohanják a riporterek, a világlapok hasábjai telezengi Budapest dicséretével. Cukor és Laszki, a világ legelső filmvállalatának igazgatói ugyanilyen baráti módon éreznek és cselekednek. Martin Beck, akinek most épült fel gyönyörű új színháza New Yorkban, örül, ha Pestre jöhet, és így végig hosszú sorban egészen a kedves kis Miss Goganig, aki Budapestre elutazva Bécsből azt sürgőnzi, honvágyam van Budapest után. Budapesten még a régi jó békevilágból megmaradt az a hajlandóság, hogy minden felett csúfolódjanak és rosszhiszemű magyarázatot adjanak a dolgoknak. Mit jelent az, hogy az amerikai előtt ilyen kedves lett Budapest? Mondják válogatva. Nem fontos, intézik el a kérdést mások. Pedig nagyon sokat jelent és nagyon fontos. Nem csak, ami ezt az összeköttetést megteremtette, létrehozta és fenntartja, a magyar színdarab szempontjából. Az amerikaiak nagyon kedves emberek és jó barátaink, de egyetlen magyar színdarabot se fognak megvenni és előadni barátságból és kedvességből. Ők az üzletet nagyon komolyan veszik, viszont a jó magyar színdarab is megtalálja már a maga útját, anélkül, hogy külföldön meg kellene főzni az előadására a külföldi színigazgatót. Nagyon sokat jelent, és nagy szerencsének tartjuk, hogy a magyar színházi világ, a magyar tehetségek és a magyar kedves emberek, név szerint is meg lehetne nevezni őket, így megnyerték az amerikai szíveket általános nagy okokból. Nincs a világnak jobban megnyomorított, szerencsétlenebb nemzete most a magyarnál. Nem voltak barátaink, és semmi eszközünk nem volt ahhoz, hogy barátokat keressünk. Jobban rá vagyunk szorulva az idegenforgalomra, mint bármely más város Európában, mert szegények vagyunk, és minden idegen pénz, amit a külföldi itt hagy, tiszta haszon. Nincs módunk rá, hogy Budapest és az ország szépségére felhívjuk a világ figyelmét, ha megpróbálnánk rendes üzleti úton a szokásos hirdetésekkel megfizetni azt a reklámot, amit mondjuk Gilbert Miller egyetlen nyilatkozata jelent New Yorkban, ami mint szenzáción kapva kapnak az újságok, magyar milliárdokba kerülne. De ezen kívül ezek a külföldi barátaink, ami koronatalóink, ami kulturális fölényünknek bizonyítói és hirdetői, és az, hogy Magyarország irodalomban, művészetben, színházakban magasan első helyen értékelt ország, hogy egyszerűen többet emlegetik, mint az összes szomszéd államokat együttvéve, hogy a színház élet közép-európai centrumát kezdik Budapestbe látni, az nem kis részben a barátaink hangos propagandájának eredménye, mely jelentékenyebb és többet tesz, mint az összes hivatalos úton valaha elérhető eredmények. Ezért fontos nekünk, ezért jelent nagyon sokat nekünk ez a barátság, nem is a mi dolgaink, színdarabjaink miatt. Tudják-e mindezt azok a bölcsek, akik magasabb helyeken dolgainkat intézik? Aligha, különben talán volna valamilyen jele. Különben most már a magyar külföldi követségeinken is talán észrevennék néha, ha valamelyik magyar siker a magyar ügynek ezt a hatalmas hirdetését csinálja. Mikor a cseh Csapek egy darabját Londonba előadták, a londoni cseh követ óriási estére hívta meg az egész angol szellemi életet.
hiszen egy cseh darab végre kijutott Londonba, és ezt észre kellett vetetni a világgal. Isten őriz, hogy mi ilyesmire reflektáljunk, de talán nem túlzott szerénytelenség azt kívánni, hogy a mi hivatalos köreink is méltassanak bennünket csak egy századrésznyi figyelemre, mint a külföldi barátaink.